Saját dalokat hozott a Körmendi Holtér zenekar az Öröm a zene tehetségkutató vármegyei döntőjére. A négy tagú zenekar nem először jár a tehetségkutatón, minden évben új saját dalokkal készülnek. Azért elég sokat készültünk erre a fellépésre. Célunk egyértelműen persze megnyerni, minimum tovább jutni az országos fordulóba. Ez a pár millió forint se jönne rosszul azért hangcuccokra, mert nagyon szeretünk így konzumálgatni. És hát sokat készültünk, meg az utolsó próbát azt még ráadásul idegen helyen is hajtottuk végre, hogy legyen egy kis helyünk mozogni, így kipróbálni a színpadképet, hogy kicsit dinamikusabb legyen az előadás. A döntőt egy előválogató előzte meg, a szakmai zsűri beküldött hanganyagok alapján választotta ki a legjobb 10 előadót, ők mutatkozhattak be a Végállomás Klub színpadán vasárnap. A négy tagú zsűri hasznos tanácsokkal látta el a versenyzőket. Azt gondolom, hogy minden évben azt keressük, hogy tényleg valamilyen módon önazonosak legyenek azok a zenék, amiket a fiatalok játszanak, és igyekszünk azt megtalálni, aki tényleg olyan mondani valóval, mind zeneileg, mind a dalszövegek tekintetében rendelkezik, hogy tényleg fölkelti az emberi érdeklődését. Szombathely immár 7. alkalommal csatlakozott az Országos Öröm a Zene Tehetségkutatóhoz. A vasi döntőben idén fellépési lehetőségeket lehetett nyerni, erre az előző években nem volt példa. Az önkormányzat felajánlotta a díjazottak számára, hogy zenélhetnek a Városháza tetőteraszán, az Utcaművészeti Fesztiválon és a Szent Király napokon. A helyi verseny győztese bejött egy budapesti központi versenyre, ahol már egy 3 millió forint összdíjazású nyereményt kap az első díjazott, egy, illetve 2 millió forint megosztásban, az egyik része a hangtechnikai hangszervásárlásra, a másik pedig lemez videoklip készítésre. A szombathelyi versenyt idén a Visionless Humanity zenekar nyerte. A négy tagú együttes metal zenét játszik.